Április elsője bolond nap, kedvére tesz minden bolondnak. Április elsője csodás nap, de kerítsük sorját a csodáknak. Derüljünk jó kedve, legyünk vidámak ezen a délutánon, amikor is első alkalommal rendezzük meg a tréfás mese és prózamondó versenyünket. Célunk olyan jókedvű, megnevettető versek és szövegek elmondása, amellyel mindenkit jókedvre derítünk. Kívánjuk, hogy mindenki jól derüljön e délutánon. Mielőtt átadnánk a legkisebbeknek a szót, hadd mutassuk be a zsűrit. Balkáni Ági nénit, iskolák igazgató helyettesét. Szilágyi nén Nagyanikő tanárnénit. És Borbély Hajnalkát, a Hajnal pedig a kulturális kiszínpad művészeti vezetőjét. Ők döntik majd el, kit hogyan jutalmaznak az előadások végén. Az első osztályok között volt a legnagyobb az érdeklődés. Nagyon sokan jelentkeztek, ezért tegnap házi versenyen döntötték el, kik juthatnak el a mai versenyre. Felkészül Kostya Zalán. És akkor Kostya Zalán az alkalomhoz illő tréfás verssel készült. Elgurult egy üveg golyó, gyorsan vitte a lába. Addig gurult, míg odaért fordított országba. Végig járta, megfigyelte, látta a világot. Visszatért és elmesélte nekem, hogy mit látott. Figyeljetek, továbbadom, hogy ti is halljátok. Először is látott békát, ki egeret fogott, aztán zebrát, ki repült, s fa tetején lakott. Látott macskát kutyagolni, a kutya meg macska volt. Látott fehér vízilovat, fókát, ki medve volt. Énekeltek a tehenek, úsztak a maukusok. Barátom az üveggolyó, skorpión lovagolt. Hallgattam én figyelmesen, de ő kikacagott. Bevallotta, hogy az egész bizony csak tréfa volt. Tónya Dorina mesél arról, milyen egy felreállt világ. Felkészül Biró Tamás. Felreállt világ, megbolondulna a világ, megám, barátkok nőttek a körtefán. Tükröm egy zsőrbe tükör, tojás, elindul sétálni a kőröket. Elrepült reggel a lovacskám, utána mentem egy talicskán. Azt hitte magára, hogy madár, fészket rakott a szilvafán. Rohamra indultak a futóbabok, célba vették a rózsabokrot. Rózsám sem hagyta magát, segítségére ment a kardirek. Vendégül lett a sóskát a parany. Mi legyen belőlük, ki mit akar. Amíg kakasom fején ott a taré, addig a vacsorát kellél karé. Cincog a macska, nyávog az egér, jaj, ez a nap majd csak már véget ér. Szól az esti tücsök szerenát, kontrálnak rá a leveli békák. A gyerekek gyakran nyaggatják a szüleiket azzal, hogy valamilyen állatot szeretnének. Lássuk, mi az álma Bíró Tamásnak. Felkészül Rácz Erik. Kovács Barbara a csacsi. Kéne egy csacsi, egy olyan igazi. Azt hiszem, vele jól tudnék játszani. Mufusnak hívnám, s adnék neki enni. És úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal. Mi ez is kezdenénk e makacs jószággal? Hol szaladgálna, és mivel etetnéd, és hol aludna az ágyadba mindnéd? Lemértem, a szobámba épp befér egy csacsi. Csak az ágyamat kéne kicsit arrébb tolni, és igen, aludni bevinném az ágyba, nem is kéne más, csak te még egy párna. Anya mondta, ne légy ilyen buti, lakásba nem való egy igazi csacsi,
Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek majd kórót, vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesz sok pénzem, és végre vehetek egy csacsit. Maradjunk az állatoknál. Rácz Eriktől megtudjuk, milyen egy gyengér lakodalom. Felkészül Szilágyi Flóra. Izsák Arnold Robert, egél lakodalom. Éjjel felébredek, mi ez a vigalom? Padlásomon mulatságban egél lakodalom. Robják a táncukat, szentelen kis férgek, kamarán boldézmának közben megzenélnek. Túlzásba is viszik, leesik a csillár, darabokra törik egerek táncánál. Ez még csak hagyján, de magamat azon kapom, látni vélem, hogy macskámat kidobják az ablakon. Nagyot nyekkem bele, gyorsan elszalad, segítségre hívja a híres macskahadat. Csípúj, ütlek, s aztán nyugalom, házamban ez volt az utolsó lakodalom. Szilágyi Flóra egy kis lajháról mesél nekünk, akinek a neve Alajos. Felkészül Simon Attila. Kál László Szilvia, a kis lajhár Alajos. Lajháréknál nagy az öröm, született egy aranyos, igen bájos, igen ügyes, igen jámbor, igen eszes, gyönyörű, szép lajhár baba, a kis lajhár Alajos. Ám hogy telnek napok, hetek, jön a gond is rengeteg, olyan síros, hangja éles, túl mozgékony, néha rémes, súgnak, búgnak a rokonok, jaj, de furcsa egy gyerek, sóhajtóznak a lajhárok, nem tetszik már senkinek, rendes lajhár, lusta, lomha, nem szaladgál bolond módra, kérdezgetik a testvérek, ő már mindig amilyen, visszavinni nem lehet. Sír az anyja, morog apja, kéri durván, szelíden. Ülj le kicsit, figyelj jobban, ne kiabálj már a boltban, legalább néha pihenj, nyugodj már meg kicsinyem. Orvos látja, de hiába, nem segít a pirula. Telnek napok, telnek hetek, mert csak nő a lajhár gyerek. Rendes lajhár lusta, rendes lajhár már nem lehet, suttogják a faluban. Ám egy napon nagyot fordul kis lajhárunk élete. Jön egy cirkusz, befogadják, légtornászként alkalmazzák. Nevét zúgja a közönség, s egyre nő a sikere. Orvos, büszke már a lajhár család, milyen ügyes csemete, olyan fülge, olyan kecsek, csodáljuk ezt természetes lajháréknál, ilyen sikert nem ért még el senki se. Simon Attila próbál meggyőzni bennünket, miért is hasznos a nyelvtan. Felkészül Huszti Hanna. Téglás László nyelvtan. Fontos dolog ez a nyelvtan használni, igazi kincs. Hiába mondod, hogy nem van, ha az úgy helyes, hogy nincs, és tudnák sorolni még hibákat. Éppen itt az egyik. Tudnékkal mondva hibátlan, és nem vétettem semmit. Csinálhatsz magadból úgy is bolondot, még mesélsz, beszélsz vagy idézel, hogy nem fordítasz rá elég időt, és szavak helyett csak izézel. Az írásjelekre is ügyelni kell, mert nem mindegy az sem, hogy közlés helyett, ha kérdezel, nem figyel rád a gaz sem. Hát ezért fontos a nyelvtan, a haszna csodás kincs, tudom már, hogy rossza nem van, ezért mondom azt, hogy nincs. A második osztályból Huszti Hanna keresi az ellenőrzőjét, úgy tűnik elvesztette. Felkészül Bihari Judit. Juhász Magda, hová lett az ellenőrzőm? Anyu kérdez, apu faggat. Ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta, unalmas már ez a nóta. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában.
vagy a padban felejtettem, vagy útközben elvesztettem, vagy a cica vihettel próbálkoztam újabb trükkel. Tegnap bebújt a táskámba, mérges is lettem csudára, a lábammal dobantottam, ki is ugrott onnan nyomban, ellenőrzöm csak elvitte, elnye, vajon hová tette? Így soroltam egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat, jaj de ciki, tudja, hogy füllentek neki. A szobába apu lépett, vágtam csodálkozó képet. Ellenőrzöm, ott volt nála, szőnyeg alatt megtalálta. Na majd elverem a cicát, beírt neked egy szekundát. Mondta apu nagy mérgesen, rögtön eltört a mécsesem. Ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát. Tanítónénitől kaptam, mert az órán rosszalkodtam. Apu és anyu nevet, örülünk, hogy jó a szíved. Ne félj, nem bántjuk a cicát, de kijavítsd a szekundát. Bihari Judit a kényes macska síralmait adja elő nekünk, felkészül Karasi Petra. Ágyásztor Ilona a kényes macska síralmait, kissé frontérzékeny vagyok, unom már a terszínhabot, unom a halas konzervet, te fogjál nekem egeret. Igazíts meg csipke ágyam, hogy ne nyomja semmi a hátam. Fogd a piros kefét, gazdám, keféld át kétszer a bundám. Szeretnék már egy kalandot, de a vén kandúr csak mormogod. Nem bírom a szőrt se látni, tessék csak kiporszívózni. Túl meleg a konvektor, vigyél el az ablaktól. Jó lesz most az öledben, csak dorombolj helyettem. Most meg csengetett a szomszéd, hozza már a pincsét. Én már aludni sem tudok, olyan bal szerencsés vagyok. Karasi Petra a tavaszról meséld majd nekünk. Felkészül Fási Máté. Kiszíneges oldal, nyitni kék, ibolya nyitja is kék szemét. Hazatér lassan minden madár, fészkénél újra fára talál. Kacag a gerle, nevet a nap, fák ezer virágot bontanak. Tulipán kelhén méhít a zúg, füvekkel fut, aki gyalogút. Leveles ágról lila virág, sóhajtja szélben szép illatát. Barik születnek földre, égre, tavasz van, tavasz, végre, végre. Fási Máté egy kis csacsi történetét osztja meg velünk. Felkészül Szabó Attila. Szalai borba áll a csacsi. Nőtt a csacsi, növekedett, nagy csacsivá csepegedett. Azt mondta az anyukája, beiratlak iskolába, tanulj fiam okosodjál, lusta szamán nem maradjál. Így került az első B-be csacsi család csemetéje. Vettek neki könyvet, írkát, kalamár és tollat, tintát. Táskát is, egy szép nagyot, abba minden berakott. Reggelenként útnak kellett a nagy fülű csacsi gyerek. Sietett, hogy idejében ott legyen az első B-ben, gondtalanul nyargalászva, mert mindig az iskolába. Hátán vitte tudományát, a hatalmas teli táskát, mert a csacsi úgy gondolta, a tudományt abban hordja. Teltek, múltak napok, hetek, a sok kis első gyerek az ABC-t megtanulta, már az egyszer egyet fújta. A csacsi meg minden este könyvét feje alá tette. Azt hitte a tudománya, így vándorol buksiába. Tanulni biz nem volt kedve, sose tudta mi a lecke. Ült csak ült a szamárpadban, kalimpált a füle nagyban,
Csacsi család fiacskája, az elsőbét ötször járta, tudományra így sem ragadt, bizony jó nagy szamár maradt. Szabó Attila vidám márciusi babonákkal készült, felkészült Farkas Ferenc. Bődör György márciusi vidám babonás, bőjt máskor jő a tavasz, azt mondjuk, aki kelet. Szélsúgdos a kis ravasz, hozhat ő még hideget. Kázmér kihajt méheket, kedre keblünk húshagyó, szerdán barkát tépeget, s homlokunkra hambazó. Didereg a hóvirág, rázza Gergely szakállát, lehet itt még jó világ, tartsd melegen a kályhát. Sándor József Benedek, három fickó mind remek, emelgetik eleget, zsákot meg a meleget. Sípot kap a sok madár, a barka ág is izmos, jó termést ad a határ, ha jő a gólyas piszkos. Fáját toltja a gazda, fecske viszi a szeplőt, metsző olló meg paszta, ez a kislány de megnőtt. Leány kössön felkendőt, ha kuruttyol a béka, legény igyon serkendőt, nem fázik az árnyéka. Farkas Ferenc fejetlen fejcseréről mesél nekünk. Felkészül Lakatos Eveli. Horváth Piroska, fejetlen fejcsere. Jó is lenne, ha lehetne gyengén nyakamnak menete, fognám fejem, letekerném, szemre és jobbra cserélném, a régi dobozba tenném. Új fejem nyakamon ferdén, néznék belőle értetlen, pislogok szendén sértettem. Szép fejem neklény nyakamon, merenged mélán vakarom. Tükörbe derül új arcom, nehezen új sután tartom. Hol a régi? Ó Istenem, új fejem nem is ismerem. Régit kutatom, keresem, újat tekerem hevesen. Most már itt vagyok fejetlen, régit hol hagytam, felettem. Megmond kovakban az eszem, jaj, elvesztettem a fejem. Lakatos Evelyn nyitja a harmadik osztályosok sorát Csukás István a Nagy papustól vagy című versével. Felkészül Sztojka Levente. Csukás István a Nagy papustól vagy. A Nagy papustól vagy éjjel, nagy ravaszul mélyen alszik. Így álcázza magát, ezért őre senki nem gyanakszik. Mint csecsemő a bölcsőben, horkolászik kosarában, hogy is lehetne ő tolva, így képes az ő korában. Hisz a foga is még tejfog, a lába is rövid gyenge, össze-vissza lóg a feje, a mozgása ügyetlenke. Ilyen ő az én kis kutyám, ártatlanság élő szobra, papucs tolva, ugyan kérem, rá se néz a papucsokra. Akkor kiállt bent a házban, akkor kiállt kint a kertben, töprengtem, míg csupasz talpal papucsomat keresgettem. Az ágy alatt kotorászok, de hiába, nincs ott semmi, pedig este oda tettem, tehát mindnek ott kell lenni. S a tüdőgyulladást kapok, vagy isiászt, vagy reumát, az ajtóból vigyorogva hallgatja e morgós rumát. Gyarakodva nézem, gyanul, lassan-lassan az égig ér. Ő kirohan, én utána, és a kert mint egy csatatér. Tel is tele papucsokkal, itt egy fél pár, ott a párja, téli, nyári, keveredve, mintha szellem táncot járna. Rám néz, gyere játszunk, morgós, az örömöt ingyen adják, így van, szólok. Papucs helyett kapsz azért egy pöttyös labdát. Sztojka Levente Táskalertár című verséből megtudhatjuk, mi mindent rejtett egy iskolatáska. Felkészül Bíró László. Békés Márta, Táskalertár. Tankönyv, csak a borítója. Én semmit sem tudok róla. Hová lett a tudomány? Engem nem bánt egy ilyen. Egy tök üres tolltartó, pisztolytoknak volna jó, tartógumik felszaggatva. Engem ezért ne nyaggatna.
73 szamár fül, 8 vizeten legbelül, kitört ceruza hegyek, 9, hogy pontos legyek, radír, mit körzővád döfött, találod belőle ötöt, szétkaratézott vonalzó, órán játszott torpedó. Na, meg három rágóvára, szögmérő, deripityára, matchboxelni repetten, na hát, ezt hogy kerestem, visszakapott visszajáró, pulóver a visszajáró, sonkás kenyér érintetlen, azt hiszem, azt mondtam, megettem, almacsutka, már penészes, kérlek, ezért cselény mérges, széjjel olvadt egy csoki, veszni hagytam, tök ciki. Egy fel nem használt puska, meg hogy csíp engem a zsuska, egy ragasztó széjjel kenve, meg hogy nem volt leckém kedre, meg egy háttal kezdett mondat, meg hogy elmarad a szombat. Na hát, ilyet már kilátott, még az intőm is lelázott, hogy nem hoztam füzetet, meg az a sok üzenet, hát arról szól valahány, hogy a gyermekük trehány. Hanyag lennék, rágalom, cipelem a hátamon. Egy különleges saroklakóról hallhatunk Bíró László előadásában. Felkészül Markos Zsuzsa. Vesztergom Andra, saroklakó. Azt mondják rám, mind a nagyok, égtelenül komisz vagyok. Rossz, akár az égedelem, saroklakó lett a nevem. Mikor reggel felébredek, kiöntöm a csokis tejet, anya már a fejét fogja. Mind is tüstént a sarokba. Ha az ebéd finom falat, megkínálom én a falat. Apa méges halkan mondja, nyomád gyorsan a sarokba. Délután a játszótéren megdobálom kis testvérem, nagymama a kezem fogva, megyünk haza a sarokba. Ha az ebéd... A papagáj kiengedem, fogocskázzon ő is velem. Mikor apa visszahozta, mennem kellett a sarokba. Ha a labdámmal futballozok, kirogom én az ablakot. Nagypapa a fülem fogva, oda vezet a sarokba. Tévében a mesét nézem, s összetönöm kis székem. Mondják megint századszorra, irány oda a sarokba. Mivel álmos úgy sem vagyok, aluni just sem fogok. Az egész család együtt mondja, éjszakázzon a sarokba. Azt szeretné sok-sok gyerek, minden szoba legyen kerek, de ha addig megjavulok, üres lesz az összes sarok. A felső tagozatosok egy része versekkel, másik része vidám jelenetekkel készült. Először Markos Zsuzsa mondja el nekünk az Öreg néne őzikéje című kedves történetet kissé átdolgozva. Felkészül Szilágyi Bence. Nagy Bandov András, öreg őzlek, nénikéje. Mátra alján, erdőszélen, öreg őzsél, nyáron télen. Szeme barna, hátra őses, esőveli, ha majd ős lesz. Öreg néne egyszer régen barangolt az erdő végen. Megbotlott egy mohás kőbe, francba, mondta. Lábam törtem, jaj, most mi lesz? Lassan gyógyult, úgy eltört, hogy attól kordult. Mindkét szeme könyvbe lábad, hogy ne sínál, fáj a lábad. Szegény néne gondol rája, bárcsak jönne unokája, ő bevenné, megsajnálná, aki költő, megírkálná. Szerencsére, mivel ős lett, segítője itt egy ős lett. Ős is tanult emberséget, gyógyítja a vén vendéget. Hallott rólunk jót és szépet, látott ő már puska véget, meggyógyítunk bármár látnád, itt van a TV kártyád, orvosokért szalad az ős, gyorsan fordul, alig időz. Néne ágya puha pázsit, egyszer pislog, máskor ásít. Tarka harkány kopogtatta, fülesbagon meghallgatta. Mély forgatta a mélybe gézbe, végül két ős vette kézbe. 6 hét múlva. Gyógyítgatták, babuzgatták, visszarakták térkalácsát. Vérnyomását, lázát mérték, kenegették, ahol érték. 6 hét múltán lábra állott, toppantott, majd így kiáltott.
Meggyógyultam, bárki lássa, megköszönöm őt a Páska. Épp mikor a harang kordul, Sántikáva útnak indul. Köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Mátrai falu széle, gyógyultan él öreg néne. Egyszer te is légy vendége, jó a lába, kussál véle. Szilágyi Bence beavat bennünket az e-mailezés rejtelmeibe. Felkészül Borbély Havaska és Horváth Petra. Varró Dániel e-mail. Hát egészen el vagyok andalodva, s gyönge szívem e-mailezketek. Mióta éjjelente hajnalonta, vele titokban e-mailezketek. Nem kell megszólítás, se semmi célszó, az se baj, ha nincsen ékezet. Csak kevelemre vésődjéke négy szó, hogy önnek új levele érkezett. Az egész világ egy linkgyűjtemény, az emberek, a tárgyak benne linkek, bárhova kattintok tetünk szelén, te vagy felvillanó websájtja mindnek. Te dobogsz bennem, mint versben a metró, föltettem háttérnek képedet, s mi körülöttünk szikrázik a chatroom, látlak, miközben vakon gépelek. Hiába nem láttalak még az embert, ha minden betűd oly egyedi, ha érezlek, mint kisújjam az entert, van nulladik látása szerelem? A nevelés nem könnyű feladat szülőknek se, felnőttnek se. Borbély Havaska és Horváth Petra ebből ad egy kis ízelítőt. Felkészül Milák Evelin. Én tudom, hogyha kérdeznek tőlem valamit, akkor szépen felelnem kell, mert ha nem felelek, akkor rám szólnak. Felelj szépen, ha kérdeznek. Mikor kicsi voltam, könnyű volt szépen felelni, mert vagy azt kérdezték tőlem. Hogy hívnak? Hány éves vagy? Amióta nagy vagyok, sokkal okosabb lettem. Mégis ritkán mondják, hogy na hát, milyen okos ez a gyerek. Helyette mindig rám szólnak. Ekkora nagy lány, hogy mondhat ilyen butaságot? Amióta nagy vagyok, hiába szeretnék szépen felelni, sokszor nem tudom, hogy mit feleljek. Én szeretnék szépen felelni akkor, hogyha azt kérdezik. Mi újság? De nem tudok szépen felelni, mert sose tudom, hogy mi az, ami újság, és mi nem. Nekem az az újság, ha kinyíltak a virágok, ha a kis cicák megszülettek, ha találkozom az utcán a szomszéd kislánnyal. De nem erre kíváncsiak, hanem arra, hogy... Feleltél az iskolában? Kész vagy a leckéddel? Miért jöttél később haza? Ezért aztán, ha kérdezik, mi újság? Mindig azt felelem, hogy semmi. Milák Evelintől megtudjuk, milyen egy valódi foszi meccs. Felkészül a 6. osztály csapata. Romhányi József, foszi meccs. 22 esztelen, félmesztelen egyén, egymás hátán hegyén nyüzsöglen a pályán, mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert szegény feje 11-es kirócz, a fele közönség áthozza a bírót. De senki sem csendesen egy embertömböl, mert a másik fele harsán éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vér freccsen. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékos, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik az összor csak meg se nyekken. Ezután a labdát megcélozza jól, gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordít a paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Erre az, ó, te gaz, engem sértegetni mersze? Persze, mind a ketten szólnak egy-két havernek. Gyertek, fiúk, segíteni havernek! Jöttek is mind verekedni? Úgy is kezdtek berekedni? Buzgón verekedtek, biz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyúlt testek estek. De a két okozót rejti már a bozó, s merre egyrés lettek, gyorsan elszereltek. A többit azután, alig egy-két nappal,
A derék rendőrség verte szét kardlappal, le a kalappal. A hatodik osztály csapata eljátszik a gondolattal. Milyen is lenne, ha egy gyerek hirtelen felnőtt lenne? Felkészül Tóth Marina. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni. Folyton jónak lenni iszonyú alulalmas, és amellett fárasztó is. Ha sokáig ülsz mozdulatlanul egy széken, elzsibbad a lábad. Ha késsel villában igyekszel enni, kirepül a hús a tányérodból. Ha egészen tisztára mosod a kezed, a többiek már rég asztalhoz ültek, mire elkészülsz. A felnőtt folyton csak azt mondja. Legyél jó! Ne legyél rossz! Fogadj szót! Viselkedj rendesen! Könnyű ezt mondani, mert hiába mondják azt a felnőttek. Addig örülj, amíg gyerek vagy! Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb! Azt a ruhát veszi fel, amelyik eszébe jut. Ha tűzoltó szirénát hoz, nyugodtan kihajolhat az ablakon. Akármennyire kimelegedne, mindig ihat vizet. Olyan halkan köszönhet, ahogy csak akar. És nem kell akkor lefeküdnie, amikor a legérdekesebb megy a tévében. De ez még nem minden. A felnőtt azt csinál, amit akar. A gyereknek pedig azt kell csinálni, amit a felnőtt akar. A felnőtt folyton rászól a gyerekre. Vedd fel a pulóvered! Mosd meg a kezed, ne rágd a körmöd! A lábad elé nézd! Rakd el a játékaidat! Ha a gyerek nem fogad szó, akkor az következik, hogy... Hányszor mondjam, hogy mosd meg a kezed? Így nem lehet asztalhoz ülni! Hányszor mondjam, hogy vedd fel a pulóvered? Meg akarsz fázni? Hányszor mondjam, hogy a lábad elé nézd, mert orra fogsz esni? Hányszor mondjam, hogy ne rágd a körmöt? Még nézni is rossz! Hányszor mondjam, hogy rakd el a játékaidat? Mindig én rakodjak utánad! S ha a gyerek még mindig nem fogad szót, akkor következik, hogy... Hányszor mondjam, hogy vedd fel a pulóvered? Mosd meg a kezed! A lábad elé nézd! Ne rágd a körmöt! Rakd el a játékaidat! Hányszor mondjam? Hányszor mondjam? Hányszor mondjam? És a felnőttek ezt olyan sokszor tudják mondani, hogy a végén a gyerek mégiscsak szót fogad, és megmossa a kezét, felveszi a pulóverét, a lába elé néz, nem rágja a körmét, elrakja a játékait, és akkor a felnőtt végre boldog. Van olyan felnőtt, aki úgy boldog, hogy mosolyog, és azt mondja. Látod, fiacskám, tudsz te jó is lenni? De van olyan felnőtt is, amelyik akkor is csak a fejét csóválja, amikor végre boldog, és azt mondja. Mondd, fiacskám, nem tudtál volna mindjárt szót fogadni? Nem tudom, miért van az, hogy a felnőtt csak akkor igazán boldog, ha a gyerek jól viseli magát. Mi öröm van abban? Ha én felnőtt volnék, egészen másmilyen felnőtt volnék, és annyi mindennek örülnék. Először is annak örülnék, hogy azt csinálhatok, amit akarok. Ha én felnőtt volnék, akkor sosem ülnék széken, mindig térdelnék. A fogmosó pohárba csíráztatnám a datolyamagot. Megyenék egy-egy nagy tálba csokit minden ebéd előtt. És valószínűleg kézzel fognám a legyeket is. Persze csak akkor, ha addigra megtanulnék legyet fogni. Ha én felnőtt volnék, akkor örökké tornacipőben járnék. És leves után mindig meginnék két pohár vizet. Hátrafelé mennénk az utcán.
minden kóbormacskát megsimogatnám. És valószínűleg nagyon éleseket füttyentenék, hogy mindenki oda nézzen és megijedjen. Jaj! Persze csak akkor, ha addig megtanulnék két ujjal a számban füttyenteni. Ha én felnőtt volnék, a vendégségben mindig kalimpálnék, a lábammal a széken. Soha nem fújnám ki az orrom, csak szipognék. Szétörölném meg az ajtó előtt a száros lábam. Tartalék otthon egy aranyos kis cicát, aki az ágyam előtt aludna. És valószínűleg minden kertes ház kapuján becsöngetnék. Persze csak akkor, ha már nem félnék a harapós kutyától. Ha én felnőtt volnék és férhez mennék, olyan fiút választanék, aki sikít ugyan meglát egy leveli békát, de nem mondja rá, hogy undorító és fúj. Aki olyan szappan buborékot tud fújni, amit sose pattan el. Aki erősen rá tudja kötni a sineget a sárkányomra. Én, meg a fiú, akihez feleségül megyek, annyit mászkálunk majd négy kézzel, amennyit csak tudunk, és közben olyan hangosan fújjuk a papírtrombitát, ahogy csak tudjuk. Mi ketten lennénk a felnőttek, és senki sem szólhatna ránk, hogy hagyjuk abba, mert megőrül. Ha én felnőtt volnék, olyan lakásba laknék, ahol labdázhatok a szobámba. Törzsfát nevelhetek a cserépben. Aranyhalat tarthatok a fürdőkádban. És soha semmit nem kell kidobni, mert mindennek akad hely, amit hazahozok. Akár lehullott vadgesztenye, akár beteg kis cica, sündisznócska. Ha én felnőtt volnék és férhez mennék, sok gyerekem lenne, mert szeretek olyan játékokat játszani, amihez sok gyerekem. A szók gyereknek én lennék az anyukája, a fiú, akihez feleségül megyek, a papája. Én, meg a fiú, meg a gyerekek egész nap csak játszanánk. Fogócskát, bújócskát, szembekötősdít. Ha még több gyerekünk lesz, futóverseny, ugróverseny és rollerverseny is rendezünk. Persze, mindig én nyernék, és akkor majd a gyerekek büszkék lehetnek az anyukájukra. A mi gyerekeink sose árulkodnának, sose verekednének, sose sírnának, és sose vennék el a mi játékainkat. Mert én nem szeretem az árulkodós, verekedős, síros gyerekeket, akik mindig el akarják venni a más játékát. A mi gyerekeink mindig annyit szakadhatnak majd, mint én, meg a fiú, akihez feleségül megyek, de nem többet, mert az úgy nem igazság. Vendégségben mindnyájan egyformán fogunk kalimpálni a lábunkkal a széken. Ebéd előtt elosztjuk majd egymás közt a nagy tábla csoki. Valamennyien hátrafelé megyünk az utcán. És minden kóbormacskát megsimogatnánk, de csak szép sorban egymás után. Tavasszal minden gyerek egyforma léggömböt kapna, csak az enyém lenne kicsi, nagyobb. Nyáron minden gyereknek egyforma nagy fagylaltot vennék, csak magamnak vennék kicsit többet. Ősszel minden gyerek beléphetne a pocsolyánkba, de én lépnék bele a legmélyebbe. Télen minden gyerek felmászhatna a hóbuckára, de én mászhatnék fel a legmagasabbra. Ez így igazság, mert ha a gyerek kapja több léggömböt, ő kapja a nagyobb fagylaltot,
ő lépett a mélyebb pocsolyába, ő mászott a nagyobb hóbuckára, akkor mi öröm van abból, hogy felnőtt vagyok. Csak lennék már felnőtt! De most még kicsi vagyok, és ahhoz, hogy nagy legyek, még sokat kell nőnöm. És addig, amíg nem nőnöm sokat, szót kell fogadnom. És kezet kell mosnom, és fel kell vennem a pulóverem, és a lábam elé kell néznem, és nem szabad rágnom a körmöt, és el kell raknom a játékaimat. A többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Ha majd felnőtt leszek, mindig maszatos kézzel ülök az asztalhoz, mindig rövidújú trikóban járok, és soha nem nézek a lábam elé, inkább orra esek, és tövig rágom minden körmöt, és szana szétdobálom a játékaimat. A többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Jaj, de jó lesz már, ha felnőtt leszek. Csak egyet nem értek. Én apukám és anyukám már felnőtt. Miért mossa meg mégis a kezét? Miért veszi fel mégis a pulóverét? Miért néz mégis a lába elé? Miért nem rágja mégsem a körmét? Miért rakja el mégis rendben a holmiát? Meg fogom kérdezni tőlük. Tóth Marina már tudja, hogy csúnyán megjárja az, akit körtelopáson kapnak. Felkészül Huszti Dóra és Bánik Dániel. Petőfi Sándor, Szeged-Szeggel. Jaj, a hátam! Jaj, a hátam oda van! Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fügykös somnyele, melyel engem oly pogányul csépele. Miért is tart hát kertet, s benne körtefát? És az Isten rá gyümölcsöt minek áll? Csábítólag kantikált a körte rám, csábjai ki már sehogy sem állhatám. Átugrottam a palánkon, átesém, hogy megingott bele májam és vesém. De nem elég ez, szomszéd bácsi rajtaka, s akkor jön még a valódi hadd. Én teremtöm, miért is értem a napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze, mondta, nesze másik, harmadik, és a minden tudó tudja hányadi. Jelen volt a holdvilág a lagzinál, búsan nézte, szomszéd bácsi mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, s megosztva szenvedésem könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül le egyedül, három a tánc, mondta, s egyre hegedült. Hegedült a bottal hátam közepén, keservesen, siralmasan jártam én. De szen jó van, kiheverem én a bajt, s visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. A deákné... Tudjuk hányat vert az óra, tudjuk ám, ön is rak a tűzre rossz vád, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért csompolyog? Vettem észre hányadán áll a dolog. Más szemében ő a szákát megleli, s az övében a gerendát feledi. A deákné vászonánál ő se jobb, engem dönget a lopásé, szinte lop. Lopni jár ő, csókot lopni némihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután, fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni, vagy anyákat hívom át, vagy leöntöm dézsavízzel a nyakát. Végezetül a 8. osztály képviseletében Huszti Dóra és Bánik Dániel játsszák el, hogyan is gondolják a felnőttek a fiatalok nevelését. Azt szeretném tudni, drága látos uram, hogy te meddig tűröd ezt? Meddig tűröd, hogy ez a kölyök így beszéljen velem? Most olyan most nem hallottad? Te a
a füled elősz? Nem hallottad, mit mondott a drága látos fiacskát? Nekem? Az édesanyának? Mielőtt bevett az ajtót? Hát akkor majd én megmondom neked. Azt mondta, hogy unja a szövegemet és szűnjek meg! Hát mi vagyok én bőle egy 13 éves taknyos, így merjen beszélni? És tudod te miért van ez? Mert te mindent rához. Mert ő azt csinál, amit akar. Mert neked csak az számít, hogy meglegyen a nyugalmad. Mert neked csak az fontos, hogy békén végigolvashat az újságot. És az a gyerek is látja. Látja, hogy ezt velem meg lehet csinálni, mert engem senki sem élt meg. Tájékoztatottam arra is? Elmondtam te neki, hogy a gyerek az édesanyja a legdrágább kincs a világon. Megmondtad. Láthatod az eredményét? Hogy a szövegedet is mondta? És ezeket simán zsebre vágod. Hogy miből tanulja meg? Hát megmondom én neked, Gyula. Én mindent eltűröm. De a fiaddal már nem lehet. Hát annyit csak elvárhatok egyszer. Egyetlen egyszer. Tedd le a kutúságot. Állj fel abból a szaroszédből. Gyálj fel! Menj fel a fiatot és vágj neki egy tisztességes pokon. De úgy, hogy végre megemlegesse. Hát végül is te vagy az apja. Nem! Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát. Arra kérem a zsűrit, mondják el véleményüket a látott, hallott előadásokról. Én is szeretettel köszöntelek benneteket, közönségként és fellépőként egyaránt, és köszönöm a felkészítő és szervező tanárok munkáját is. Nagyon szép produkciókat láttunk. Ugye unosuntalan szokták a zsűritagok ezt ismételgetni, hogy roppant nehéz dolga volt a zsűrinek. Hát itt is az eredményeket és a pontokat, ahogy szerveszámba vettük, bizony egy-egy ponton múlt egy-egy produkció. Népes tábor volt, különösen az alsó tagozatból is még nehezebbé tette a feladatunkat, de hát dönteni kell, és mi döntöttünk is, és hallgassátok meg először az alsó tagozatosok eredményeit. Oklevelet fognak kapni a gyermekek, és minden résztvevőt egy-egy apró csokival fogunk még külön a munkájáért megköszönteni. Pánsi Máté harmadik helyezett, megosztva Bíró Tamással. Mindkettőket kérlek benneteket, hogy gyertek közelebb. És Tamáskának is a nagyon testhez álló kis versikét és az oklevelet. Második helyezést Huszti Hanna ért el a versikőjével. Sekundát nem hatunk. Gratulálok. És hát, ahogy már a korábbi hírekből is hallottuk, hogy valakire ezt a verset szinte ráöntötték, hát így járt Sztojka Levente is, hogy olyan verset találtak meg, ami önélet rajzi ihletésű is lehetne. A felső tagozatosoknál már kicsit kérebb volt a versmondó mezőny, de itt én hadd mondjam el azt, hogy magam is valamikor bősz versmondó voltam, és ahogy az évek száma közelített a 8. osztály felé, egyre inkább toltam el magamtól ezeket a feladatokat, és megfogadtam középiskolába, hogy el se árulom, hogy én valaha verset mondtam, mert az izgalom egyre nagyobb. Tehát láttuk is a kicsiknél, hogy volt, aki egész elengedetten állt ki, és mondta a maga kis versikéjét. A felső tagozatosok mindegyikén érződött valamiféle fajta feszültség, tehát itt is csak a kis apró árnyalatokban tudtunk különbséget tenni. Harmadik helyezést ilyen módon Szilágyi Bencének adtunk, aki Nobel sorsát. Már menjen az az SMS szép lánynak. Második helyezést Tóth Marina érte. És hát szintén szokatlan témával, de annál érdekesebb nyelvezettel hallgattuk meg Milák Evelin versét. Igazán a csoportok adták fel aztán nekünk a leckét,
és született is olyan salamoni döntés, hogy az 5. osztályos csoport második helyezett lett. Nem mondom, hogy az oklevelet tépjétek ketté, de fénymásolni, fénymásolhatjuk. És csak is. És a salamoni döntés az volt, hogy azonos eredmény, erre nem írtuk rá az első helyezést, most látom. Tehát első helyezettnek éreztük valamennyien a 6. osztályos és a 8. produkció. Zseniális egyéni produkciót, és ezt nem lehetett összemérni, mintha a körtét az almával próbáltuk volna összehasonlítani. Könnyen gratulálok kedves anyukának, és csapat nevébe, és a kis csóit is megkosszam. Miután így mindenki megkapta a megérdemelt jutalmát, még a résztvevő gyerekek, akik díjazottak nem lettek a kis csokiért, majd ahogy a többiek elindulnak ki, ők idejöhetnek és megkapják. És én azt hiszem, hogy érdemes megőriznünk ezt a mosolyt, amit az arcunkra varázsolt ez a délután, és nem annyira a bolondozás, mint inkább a vidámság felé vitte a hangulatunkat. Köszönjük szépen, nagy munka volt minden egyes produkcióban, és én azt hiszem, hogy hagyományként megtarthatjuk. Ilyen még a mi iskolánkban, hogy ilyen apróbóból lett volna szavaló verseny, még, vagy versmondó verseny, még nem volt rá alkalom, és miért ne lehetne, miért kell egy-egy költőhöz, vagy egy-egy évfordulóhoz kötni, ettől tréfásabbat, vidámabbat ki se lehetett volna találni. Köszönöm szépen az ötletgazdáknak!